Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bagolyvár Média műhely nézőit, és sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Sós Sándor tanárulat, akitől már is megkérdezném, hogy mióta tanít ebben az iskolában. Én is köszöntöm a kedves nézőket. 1996 óta tanítok az iskolánkban. Igazából ez a 22. tanévem, de így a tanéveim többségét már itt töltöttem ebben az iskolában. És milyen tantárgyakat tanít itt? Történelmet, földrajzot és társadalmi ismeretet. Melyiket tanítja legszívesebben? Nehéz mondani, melyik a kedves, melyik igazán a kedvesebb. Igazából az érettségi tantárgyakra szoktuk a nagyobb hangsúlyt fordítani, tehát a történelem általában a gyereksereg azt szereti legjobban, nem csak kényszerből, hanem azért, mert talán a fiúk többsége, a szakközépes osztályok többsége is a történelem talán érdekesebb, egy kicsit izgalmasabb, tehát úgy próbálok menni a diákság érdeklődésével együtt. És a tanításon kívül még milyen más szakmai munkát végez? 2002-ben sikerült szereznem pedagógus szakvizsgát, és utána megpályáztam a érettségi elnöki megbízatást. És azóta, immáron 7. éve érettségi vizsgaelnök vagyok. Ez úgy működik, hogy a Békés megye középiskoláinak egyikét, amikor érettségi vizsgaidőszak van, akkor ellátogatom, és ott a érettségi vizsgát felügyelem igazából nem egy zord biztosként, hanem hogy szabályszerűen, törvényesen működjön. Így megismerem az iskolának az életét, az ott dolgozó pedagógusok mindennapjait, problémáit, általában hasonló problémákkal küzdenek, mint a mi iskolánk és a mi pedagógusaink. Ez a mi elsősorban. Illetve a kétszintű érettségén kapcsán a emelt szintű vizsgáztatásba is részt szoktam venni. Gondolom, jövőre majd, amikor tetszik érettségizni, akkor ez nagy probléma lesz, hogy emelt szintű tegyene és miből. Hát a minden évben ez júniusban számos diák számára ez személyes élmény, és ezt a élményt próbálom könnyíteni vagy nehezíteni ezeken a vizsgákon. Ha jól tudom, nagyon szereti Olaszországot, és iskolánk diákjaival együtt minden évben ellátogat ide. Hagyománynak nevezhető már ez iskolánkban? Csak nem egy évtizede mondhatjuk azt, hogy rendszeresen járunk Olaszországba, és főleg Velencébe. Ez elsősorban földrajzi oka van, hiszen ez a legközelebb olyan város, ami szép és nagyszerű, és meglátogatható, elérhető, még a mi kis pénztárcánk segítségével is. A Olaszország iránti szeretetem talán onnan származik, hogy annak idején a tanulmányaimban, hogy a reneszánsz, az olasz irodalom, vagy akár az olasz futball, tehát ez mind úgy összerakódik, és kialakult egy kép, ami úgy egy kis vágyakozás, és majdnem honvágyként nevezhető. Miért tartja fontosnak, hogy diákjaink is lássák ezt a várost? Igazgatónőnk egyszer jó néhány éve mondta egy kirándulás előtt, hogy aki Európába ellátogat, az egy kicsit más ember lesz. Egy picit megváltozik. Egy kicsit kitekint a mi kis magyarországi békési világunkból, és úgy érzem, hogy ha a diákjaink egy részét elviszük egy ilyen országba, egy ilyen városba, akkor egy kicsit a világlátásuk fejlődik, a nyelvet tudják gyakorolni, mert nem csak olaszul, angolul is, németül is tudnak ott beszélni. Illetve ha például konkrétan Velencéről, akkor a reneszánsz, a gótika, a barokk művészetet tudják tanulmányozni. Tehát egy olyan szellemi élményt is kaphatnak, ami nevezhetjük akár tanulmányi kirándulásnak, egy ilyen velencei kirándulás. Hogy sikerült a mostani kirándulás? A télből elmentünk a tavaszba, ez az első, ami nagy élmény, mert itt a hóesés, a havastáj búcsúztatott bennünket, és utána pedig már a Dunántúlon, és ahogy elhagytuk az országot, egyre szebb idő lett, és szikrázó napsütés, az Alpok hegyei kísértek bennünket utunk során, ott pedig a hatalmas tömeg, azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, hogy
rengeteg ember látogatja meg a sajtón kívül is, de a kiránduló, akik ott voltak, akik legelőször voltak ott, azok számára a varázslat és szinte már könyörögtek, hogy ugye jövünk jövőre is. Ez már önmagában megéri. Aki pedig többször volt, annak szinte már olyan, mint a hazamenne, az utcák, a terek, ahol megfordultunk, már ismerősen tekintettek vissza. Úgyhogy én magam részéről nagyon sikeresnek tartom ezt a mostani utazást is. Velencén kívül járt még más olaszvárosban is? 2007 nyarán voltunk szintén egy iskolai szervezéssel. Akkor kevesebb diákot tudtunk vinni, mert kicsit drágább volt az utazás, de tanárok kollégákkal mentünk együtt, Firenze, Róma érintésével, San Marino, Assisi, tehát egy ilyen körútot tettünk, és egy nyáron volt, tehát többet tudtunk ott lenni, nem csak egy hétvégét. Valamint, ami életem egyik nagy kalandja, és az olasz labdarúgás iránt érzett szeretetből, hogy egyszer Torinóban lehettem egy Juventus Bayern München meccset megnézhettem, és ez is önmagában élmény volt. A mostani utazáson volt valami személyes egyedi élménye? Hát ez valóban ezt még igazán nem is mondtam senkinek ezt a érdekes élményet, mert amikor a Szent Márk téren már esteredett, és vártuk, hogy gyülekezzen a utazóközönség. Számomra a legszebb zene a Pink Floyd, és egyszer ott a zenei szerkesztő a színpadról egy gyönyörű szép Pink Floyd zene részletet bejátszott, és akkor úgy észrevettem magamon, hogy itt állok Európa legszebb szalonjában, ahogy Napóleon mondta, és közben ezt a gyönyörű zenét hallgatom, és nekem ez olyan titkos élmény volt, amit nem tudtam mással megosztani, mert ez csak az enyém. És a velencei utak során miket szoktak vásárolni, vagy szoktak-e valamit hazahozni Olaszországból? A világ legdrágább városa, nem csak a szívünkben, hanem szó szerint az üzleteket illetően is. Így apróságokat, inkább szuvenírt szoktunk venni, tartós ruhaneműt, hűtőszekrény, meg ilyesmit nem szoktunk vásárolni. Itt az asztalon hoztam néhányat, és javaslom is, hogy próbáljuk is föl ezeket a velencei relikviákat. Ez a jellemző karneváli viselet Velencében. Az ifjúságot állarcokkal, maskarákkal és hatalmas ruhákban közlekedik, és hát egy ilyen kis csörgősipkával. Ez inkább egy komorabb nemesi viselet, hosszú fekete lebenyekben közlekednek ott a velenceiek, és ez a kalap, hát sajnos Velence is drágul, úgyhogy ez már 3 éve vásároltam, mert ma már lehet, hogy nem tudnám megfizetni. Köszönjük szépen Sós tanár úrnak az interjút, nektek pedig elmondanám, hogy ha további információkat, valamint további videókat szeretnétek nézni, akkor kattintsatok a www.fgki.hu weboldalra. Sziasztok!